Jó reggelt kívánok, köszöntöm az ATV nézőit, folytatjuk is a startunkat, mégpedig a szép kártya témájában. Ugye a napokban már beszámoltunk róla, hogy változik a törvény, a rendelet egyébként augusztus 1-ével lép majd határba. A szép kártya felhasználhatóságának szabálya, amely egyébként egy átmeneti időszakot jelent, de kiterjesztették a hideg élelmiszerek vásárlására is, amely miatt egyébként pedig a szállodaipar, a turizmus és a vendéglátásnak is a Horeca egysége némiképp aggodalmát fejezte ki. Ugye tegnap is szó volt a Szemtől Szembe rovatunkban arról, hogy miért félnek attól, hogy majd ezt az összeget esetleg át fogják csoportosítani a kiskereskedelem irányába, a turizmus és vendéglátás irányából. Itt arról látnak most a plazmán egy ábrát, hogy a kereskedelmi szálláshelyeknél a szép kártyát milyen összegben használták fel, és egyébként 2021-hez képest egy jelentős csökkenésről tudnak beszámolni, 35 milliárdról 32 milliárdra csökkent tavaly a beváltott Széchenyi pihenőkártyák értéke. Hogy ez milyen mértékben csökkenthet tovább, és miért is kell annyira attól félni, hogy majd esetleg a felhasználók másik irányba fognak fordulni, arról Flesch Tamást kérdezem, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnökét. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mert hogy a csökkenést azt látjuk, de eleve ugye nagy kérdés, köszönöm szépen, a kollégák visszatették ide, hogy ugye nagyságrendileg egy 3-4 milliárdot megközelítő visszaesésről beszélhetünk, hogyha a szép kártyát most majd nem a szálláshelyeken fogják felhasználni és elkölteni a keretösszeget a vendégek, hanem például a kiskereskedelemben, akkor mekkora visszaeséstől kell félniük? Nem tudjuk. Egyébként 2023-ban növekedett a szép kártyának a felhasználása, tehát az első negyed év, ugye most már lassan 5 fél évi adatokból lehet látni, tehát ilyen szempontból abszolút népszerű a szép kártya. A szép kártya a belföldi turizmusnak a motorja, ezt mindenki tudja. Látjuk, azért közel 25%-át a kereskedelmi szálláshely bevételeknek szép kártyával szokták fizetni az állampolgárok, úgyhogy nekünk ez egy elképesztő nagy segítség és egy nagyon hasznos eszköz. Értjük az intézkedést, tehát állampolgárként is értjük, hogy a jelenlegi helyzetben mi van. Ami nekünk most jelenleg a legnagyobb problémánk, ha már ez megtörténik, az az időzítése. Tehát ha ez nem augusztus 1-től történik, hanem legalább csak szeptember 1-től, amivel kapcsolatban egyébként írtunk most Nagy Márton miniszter úrnak levelet, hogy ha lehetne egy 30 napos halasztó hatája ennek, az kevésbé befolyásolna a nyári főszezont, hiszen akkor a bevételnek egy nagyon nagy százalékát termeli meg a belföldi szállodaipar és a vendéglátóipar is egyébként. De ez mennyire adhok? Tehát ha belegondolok, sokan azért már úgy szoktunk főleg augusztusban elmenni nyaralni, hogy van, aki ezt már év elején vagy előző év végén lefoglalja, de legalábbis a nyár elején. Most már azért benne vagyunk a nyári időszakban ahhoz, hogy valóban kell attól félniük, hogy mondjuk visszalépések lesznek, mert azt mondom, hogy lefoglaltak már azok a szálláshelyek, amik miatt esetleg aggódniuk kell, vagy nem jól látom a helyzetet? Igen, teljesen jogos a kérdése. Változott a helyzet elég sokat a Covid óta. Tehát azt lehet látni, és a háború kezdete és az inflációs környezet kialakítása óta különösen az látszik, hogy az utolsó pillanatban döntenek nagyon sokan arról, hogy mennek egyáltalán, vagy hogy hova mennek nyaralni, kivárás van. És ebben a kivárásos helyzetben ez nekünk ez most nem kedvező, egyébként normál állapotban akár igaz is lehetne, amit ön mond. Egyébként nagyon sokan választották a külföldi nyaralást, és még attól is egy picit félünk, hogy sokan azt gondolják, hogy akkor elmennek most még inkább külföldre, persze, ha találnak helyet, mert elég szépen beteltek a külföldi utak, és majd szép kártyával hideg élelmiszert fognak inkább vásárolni, hiszen azt is el lehet majd költeni, és akkor ez ilyen win-win szituáció. Ez persze a jobb módúakra vonatkozik. Ott nem használják fel a szép kártyát, de aztán mentett egyet azzal, hogy a hideg élelmiszert. És akkor adóbevétel kiesés is lehet ebből. Ugye azt mondta, hogy arról azért nincs konkrét számodat még, hogy mekkora veszteséget jelenthet, de akkor azt tudjuk-e, hogy például augusztusban van erre konkrét adatuk, mondjuk mekkora az az összeg, amit szép kártyával fel szoktak használni, mert akkor az lehet egy viszonyítási alap, mert akkor azt látjuk, hogy mekkora veszteséget kell esetleg elkönyvelni az iparágnak. Ugye jellemzően ez a 25% körüli arány az összes szálláshely bevételből szép kártyával fizetik ki az állampolgárok. Ugye értelemszerűen augusztusba és júliusba termeljük a legnagyobb bevételünket, most a júliusba valószínűleg ez rendben is lehetne akár. Augusztus ez egy nagyon komoly szám, tehát az éves árbevételnek azért körülbelül ilyenkor a 20%-át is sokszor ott hagyják szállás. És nem csak a szálláshelyekről beszélünk, hanem a vendéglátóipari helyekről is, és nem csak vidékről beszélünk, hanem Budapestről is. Nem is annyira a szálláshelyek vonatkozásában, de a vendéglátóhelyeken Budapesten is sokan fizetnek szép kártyával. Hogyha egy pillanatra, bár még nem is biztos, hogy kell hozzá a táblázat, ugye látjuk a 2021-22-es évek összehasonlítását, de köszönöm szépen, visszakaptuk. Ott azért az a nagyságrendű csökkenés, amit ugye említett, ugyan, hogy 2023-ban már azért némi emelkedés tapasztalható, az minek tudható, be van-e esetleg arról információjuk?
Ugye hát az elmúlt három évünk elég hektikusan alakult, nem csak nekünk a turizmusban, hanem mindenkinek. Még itt meg Covid után vagyunk. Igen, csak pont azért, mert Covid után vagyunk, akkor nem nagyon utazhattak az emberek külföldre. 22-ben azért azt már azt lehetett látni, hogy el lehet menni külföldre. Sokan, akik megtették, elmentek külföldre, és ezért is gyűlt fel egyébként elég sok pénz a szép kártyán, mert vártak azzal, hogy elhalasztják. Ugye ezért kaptuk azt a segítséget a kormánytól, hogy egy bizonyos 15%-os plusz adó mellett, hogyha valaki nem használja fel május 31-ig a számlákon lévő alvó pénzeket, akkor nem el tudja költeni, csak 15%-kal kevesebbet ér. Mi ezt azért forszíroztuk, hogy elköltsék az emberek azon a számlán lévő pénzeket. Ez a Covid utóhatása volt még, hogy ennyi pénz volt rajta. Abban segítsen nekem kérlek megérteni, vagy tisztán látni, hogy az, hogy mondjuk az utazási hajlandóság és kedv mennyire változott, az most ugye a szavaiból is kihallatszott. Miközben az ember, ha azt tapasztalja, hogy szeretne mondjuk hétvégére foglalni egy szálláshelyet, akkor tele vannak a szállodák, az apartmanok, a mindenféle most már loftos megoldások is. Tehát ugye azt láthatjuk laikusként, hogy egyébként pörög a turizmus, és hogy vannak igazság szerint nyaralókedvű emberek, akik el is mennek és eltöltik a pihenő idejüket. Akkor ez egy nem jó szűrő, amit az ember így magán tapasztal? Igen, hát ugye ez kérdés, hogy melyik nap akar foglalni, milyen időpontban, hova akar foglalni, előfordulhat ilyen eset. Én azt tudom mondani, hogy most a július-augusztusi főszezonra szerencsére állampolgár oldalról, sajnos szállodai vendéglátóipari oldalról van még hely mindenhol, tehát lehet találni helyeket. Nagyon lassú a felfutása ennek. Mi úgy szoktuk mondani, hogy a pick-up, tehát az előzetes foglalás, az előre foglalások száma nagyon lelassult, tehát most jelenleg tényleg az a kivárás, amit az előbb említettem, az jellemző. Mi azért ettől függetlenül bízunk benne, hogy egy sikeres nyári főszezonunk lesz, de ma nem tudunk adatokat mondani erre, és egyébként tényleg abban bízunk, hogy azért a szépkártya felhasználás kisebb mértékben fog a hideg élelmiszerek felé tolódni, és nagyobbik része pedig a vendéglátó helyeken, attrakciók és szálláshelyeken lesz elköltve. Nem tudom, hogy mennyire kell a helyzetben igazságot tenni, de hogyha a szándék az, hogy mondjuk a kormány tolja ki ennek a határidejét mondjuk szeptember 1-i kezdéssel, akkor az mondjuk az embereket mennyire fogja ön szerint rosszul érinteni? A pénze nem veszik el, szeptember 1-i után be lehet menni mindenféle kiskereskedelmi üzletbe vásárolni. Én azt gondolom, hogy ennek van némi gesztus értéke is, ad egy bizalmi indexet a szállodaipar felé. Bízunk benne, hogy talán ez sikerül elérni. Ettől függetlenül a szándékot értettük, értjük. Ez van most. Azt gondolom, hogy nekünk is sikerült megértenünk. Flesch Tamás, köszönöm szépen, hogy itt volt ma reggel, és beszélgethettünk a témában. Köszönöm.